Történetünket akár kezdhetnénk úgy is, mint egy gyönyörű magyar népmesét. Nos hát, hol volt, hol nem volt, valahol a hegyekben élt egyszer egy juhász ember, akinek a legkisebb fia elment a pusztára szerencsét próbálni. A fiú, aki szintén apja mesterségét folytatta, hamarosan igen megkedvelte a végtelen rónaságot. Olyannyira, hogy amikor élete alkonyán visszaköltözött a hegyekbe, a szíve egyre csak a pusztára, a hőn szeretett hortobágyra vágyott. Kettőezer-hét augusztusában a Hortobágy szívében a Vókonyatanyán nagy sokadalom gyűlt össze. Jöttek a népek mindenfelől szerte a pusztáról, de még azon túlról is, hogy részt vegyenek az azóta minden évben megrendezésre kerülő hagyományos főzőversenyen és pásztor találkozón. A kézművesek csodaportékái vagy az ízletes ételek számos érdeklődőt vonzottak az eseményre, de a napfénypontja mégis az volt, amikor a közönség felkerekedett, és kiki gyalog, lovon vagy szekéren elindult a tanyától úgy 1 kilométerre álló gémes kúthoz. Itt a világ legnagyobb gémes kútjának tövében került sor a Hortobágy örökös pásztora címek átadására, mely ranggal immáron 12 idős pásztor büszkélkedhet.